2015. július 10-én átadták az új egészségházat Máinkán. 2013 év elején, amikor országgyűlési képviselőrral felvettük a kapcsolatot, hogy Máinka is szeretne részt venni pártokban, ő biztatott bennünket, hogy figyeljük a pályázati kiírásokat, és milyen lehetőség nyílik, azonnal éljünk a lehetőséggel, és ő próbál támogatni, segíteni bennünket, hogy ez a pályázat sikeres is legyen. Ez hála jó Istennek, 2013 év végén két projektünk lett sikeres, a Máinkai Egészségház, amire az állam 60 millió forint forrás biztosított, és a Ravatal parkoló sétány kiépítése, amiben szintén a képviselő segítsége nagyon sokat közrejátszott. Ez az orvosi rendelő Máinka életében igen fontos mérföldkő, ugyanis tudni kell, hogy a Máinka orvosi rendelő a Máinka község önkormányzati épületében működött. Egy helységet használt a családsegítő, a védőnő és a két körzeti orvosunk. Na most ebben az új létesítményben mindenki helyet, külön helyet tud kapni, tehát lesz családsegítőnek külön helysége, a doktor úrnak, doktorinek, és a védőnő is saját maga ízése szerint tud kialakítani barátságos rendelőt a betegei részére. A rendezvényen részt vett Demeter Zoltán országgyűlési képviselő, Szaniszló János a Kazincbarcikai Járási Hivatal vezetője, Seres Otto a Kazincbarcikai Járási Hivatal foglalkoztatási osztályának vezetője, Tóth Gábor a Kazincbarcikai Kórház igazgatója és a környező települések polgármesterei. Örömteli alkalom és örömteli nap ez a mai nap Máinka életében. Én úgy gondolom, hogy az elmúlt esztendőnek az egyik kiemelt kormányzati projektje volt a településeken az orvosi rendelőknek a felújítása. És szerintem ez egy nagyon jó döntés volt, hogy az elmúlt években, most már azt hiszem elmondhatjuk, hogy minden településen megújult az orvosi rendelő, vagyis az egészségház. És ez azért fontos, mert azért az ember úgy van, hogy próbáltam is megfogalmazni, hogy ha egészség van, akkor minden van. Tehát valóban az egészség a legfontosabb dolog az életünkben. Ha ez megvan, akkor tudunk tervezni, tudunk elképzeléseket megvalósítani, és ezért fontos az, hogy minden egyes településen egy modern, egy korszerű egészségház vagy orvosi rendelő álljon rendelkezésre, és ugye fontos az, hogy legyen egy megbecsült orvosa is egy-egy településnek. Ez is örömteli dolog, hogy az egészségház doktor úrnak a nevét kapta, tehát egy névadó is ez a mai ünnepség, aki már régtől itt van Máinkában, és én úgy gondolom, hogy ez tényleg a tiszteletnek és a megbecsülésnek a jele, és ez is egy nagyon fontos dolog az életünkben, mert ez azt sugallja, hogy nekünk embereknek van egy nagyon fontos rendeltetésünk, aminek eleget kell tenni, ez pedig az egymásra való odafigyelés gondolatában fogalmazható meg a legrövidebben, mert hogyha odafigyelünk egymásra, akkor akaratunkon kívül tulajdonképpen azt a célt szolgáljuk, hogy egymás egészségére is vigyázunk. Az új egészségház a település egykori házi orvosáról, dr. Szelekovszki Sándorról kapta a nevét, aki még most is Máinkán él. Az ünnepélyes átadót követően a résztvevők közösen tekintették meg az új rendelőt. Nagyon sok beteg volt az 52 év alatt. Túlhaladtam a 600 ezeret, amit akiken próbáltam segíteni, és hát a ismertetőből hallhatták, hogy egy elég hosszú, széles orvosi pályát futottam be Afrikától Debrecenig, aztán visszakerültem megint ide. Itt pedig 48 éve ezelőtt jöttem először körjáratba, egy Panolia motoron, egy Madraxion két táska, és így kezdtem el itt, úgyhogy a változások óriásiak, és én nagyon örülök, hogy végre itt lehetek ebbe a létesítménybe. Az a megtiszteltetés, hogy
Én vagyok a névadó. Nem voltak ilyen ambícióim. Én minden nap érzem a megbecsülést itt. Ez elég lesz volna.